először is nagyon megtisztelve érzem magam, hogy szerepelhetek a Rigolettóban, mert a kedvenc operám. De azt gondolom, hogy énekesi teljesítményben mérve szerintem az egyik legfontosabb és a legjobb szerepem. Az évad utolsó hetén a Rigoletto az Operaház színpadán. A darab nem csak a művészeknek, hanem a közönségnek is sokat jelent. Ez abból is látszik, hogy a Színetár Miklós rendezte opera már 12 éve látható. Egyik érdekessége pedig az, hogy minden évben valaki más vendég szerepel benne. Idén Ambrogio Maestri énekelte a főszereplő Rigoletto karakterét. Az opera hagyományos rendezés. Ha körbenézünk a színpadon, látható, hogy a díszletek és a jelmezek is mind-mind visszarepítik a nézőt a 16. századba. Nagyon látványosak és mutatósak a kellékek, a színpadon pedig az zajlik, ami a történetben megvan írva. A darabot évek óta Színetár tanár úr egyik volt diákja, Harangi Mária állítja színpadra. Így ő azt is nagyon jól látja, hogy a darab hogy változik, merre tart és mit ad, ha a főbb karakterek közül egyet vendégszereplők játszanak el. Ha jön egy-egy új énekes, az mindig tesz bele valamit, ami a sajátja. Ugye ez egy olyan hagyományos operai repertoár előadás, amibe érkeznek a vendégek, egy-két próbával beállnak, úgyis, mint ma este a Maestri művész úr, és mindenki hozza a maga Rigolettóját, vagy a maga Gildáját. A Rigoletto Giuseppe Verdi három felvonásos operája. A műszövegkönyvének egyik alapja Victor Hugo a Királymulat című. Az 1830-as években betiltott színdarabja szolgált, amely történetében és drámai programjában azonos volt Verdi elképzeléseivel. Egyébként Hugo emiatt a műve miatt nem írhatott többet párizsi színpadra, ugyanis a színdarab olyan vezetőket állított pellengérre, akik a hatalomért eltipornak minden ellenvéleményt és a nép érdekeit feláldozzák. A színpadi dráma opera változatát Francesco Maria Piave Verdi egyik barátja és librettistája írta meg, ám elkészültével ezt is cenzúrázták. Például felsőbb követelés volt, hogy a király személye helyett polgári szemét kell az opera középpontjába állítani, vagy hogy Gildának, a hősnőnek nem szabad erőszakos halállal meghalnia. Most 2017-ben Szemere Zita játssza Gilda karakterét, az énekes most alakítja először ezt a szerepet. Gilda egy rendkívül ártatlan kislány, aki a külvilágtól elzárva él, mert elzárja az apukája Rigoletto a külvilágtól, és ezért neki minden inger új. Azon kívül, hogy templomba jár, sajnos más inger nem éri. Így amikor a templomba járás közben megismeri a herceget, illetve látásból összekacsintanak, és szemeznek, mai szóval éve, hát nagyon megtetszenek egymásnak, és Gilda a szerelembe esik. És hát onnantól kezdve az ő kapcsolatuk egy úton halad tovább, ami ki nem derül ugye a hercegről, hogy egy piszok disznó, de valahogy azt érzem mégis, hogy a herceg tulajdonképpen először életében mégis szerelmes. Csak nem tudja levetkőzni saját magát. Hát én egy bohém herceget játszok, aki falja a nőket, élvezi az életet, élvezi a társaságot, szereti, hogyha nevettetik. Bár Horváth István karaktere könnyedén fogja fel az életet, a művész a szerepben mégsem tudta magát ennyire felhőtlenül beleengedni. Évekig készült rá, volt, hogy vissza is utasította a karakter eléneklését. Igazából az Operaház már megkeresett engem ezelőtt 3 évvel, de akkor még úgy éreztem, hogy korai lenne. Az énektanárommal együtt dolgoztunk rajta, de akkor mind a ketten az, én is úgy éreztem, meg ő is azt gondolta, hogy ez talán még korai, és hogy egy picit hagyjuk érni. És akkor 2 év után jött egy újabb felkörés, és akkor ugye folyamatosan érett bennem a darab, foglalkoztam vele, és akkor már úgy gondoltam, hogy most jött el az ideje, hogy énekeljem. Rigolettót az évad utolsó hetében is játszották a művészek, és bár az évadnak vége, sokak számára a munka nem áll ezzel meg.
Úgy készülök, hogy most ma reggel érkeztem haza Bregenzbe, mert a Bregenzi Festspielén is fogok énekelni 14 előadást a Tószínpadon, úgyhogy én nekem a most idén nyaram is a munkáról fog szólni, de nagyon örülök, mert egy nagyon nagy lehetőség ez számomra. A nyára elsősorban pihenést terveztem, de a Jóisten közbeszólt, és nem bánom természetesen. Lesz néhány koncert a nyáron, ez egy kikapcsolódás, tehát a nyárban még megvan spékelve még egy kis zenével, úgyhogy ez az igazi pihenés, és egy pár napra azt hiszem nyaralás is lesz belőle. Ezek tehát a következő hónapok tervei, de az operaházi művészeket, és persze nem csak Szemere Zitát és Horváth Istvánt, szeptembertől újra láthatják az Erkel színpadán.